Mára már kicsit megszikkadt az erdei út, de a korábbi eső és hó oly módon áztatta fel az utakat, hogy nem végezhettek, az amúgy is megcsúszott feladatokkal. A terepelőkészítéstől a magkültetésig több dolog várja a tavasz kezdetét. A rövid, fagyos időszak nem tett kárt az erdőben, de a vihar megdöntötte az előregedett állomány egy részét egyrészt a csapadéknak körülünk, mert az erdő elbírja sok csapadékot, nem lesz vele problémája, de vannak olyan feladatok, amik, amiket gátol. Itt az őszi erdősítési szezonra gondolok, az azt megelőző talajelőkészítések kivitelezésére. Éppen ezért sok munkánk úgy húzódik, és tavaszra került át, amit már ősszel el kellett volna végeznünk. Csak egyszerűen nem lehetett rámenni a területekre, nem lehetett a talajelőkészítéseket elvégezni, csemetét ültetni, makkot vetni. A termés elszúrása viszonylag hamar zárt erdőszakaszt biztosít, az elültetett csemeték a beiszapolás nyomán kedvező feltételekkel várhatják a tavaszi vegetáció megindulását. Nem probléma mentes a kivágott tuskók elszállítása, de hamarosan helyreállítják a parkerdei utakat. Ahogy a járványhelyzet engedi, indul a telepítés és önkéntes faültetésre is lehetőség lesz. A nyíregyházi erdészet elkezdte felszámolni az illegálisan elhelyezett zöld hulladékot, fenyőfa és tuja, fanyesedék és avar. Hatalmas mennyiség gyűlt össze, a Gádor a Vietóris és Lengyel utcai kertekből, amely már károsítja a környezetet, nem mellesleg rontja az erdei képet is. A Sóstói erdő keleti oldalán, a Csalóközi csatorna mentén, a szomszédos kertekből, lakóházakból, családi házakból az udvaron keletkező zöld hulladékot gyakran kihozták a lakosok. Nyilván itt tetten érni ezt nehéz, most felszólítottuk a könnyékben élőket, illetve pár csatornán felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez, ez nem szerencsés. Nem feltétlenül hogy itt kommunális hulladékra kell gondolni, hanem zöld hulladékra, de igazából a Sóstói erdőben úgy gondolom nincs ennek helye, nagyon tűzveszélyes. A nyári kiszára tavar egyetlen pici szikrától is lángra lobbanhat, ezért hívják fel nyomatékkal a kertesházas övezet lakóinak figyelmét, hogy a zöld hulladék kezeléssel kapcsolatban a nyíregyházi városüzemeltetési társaságot kell keresném.